Talaj előkészítési munkálatok zajlanak jelenleg az ipartestület előtt lévő parkolóban. A terület felújítása régi vágya a keszthelyieknek, a murvás parkolóban ugyanis száraz időben a por, esőben pedig a sár és a pocsolyák okoztak problémát. A keszthelyi képviselő testület az idei költségvetésben 7 millió forintot különített el a beruházásra, ezt az ipartestület még 2 millióval egészítette ki. Évek óta gyűjtöttük rá a pénzt, hogy ha mi beszállunk, nem a miénk, de a mi érdekünk is, illetve a lakók érdeke, illetve az üzletek tulajdonosai, bérlői részére, hogy minél kulturáltabb kiszolgáltatott legyen. Az iparosság, ugye az keszthelyi ipartestület 139 éves már, és az iparosok mindig letették a névejüket Keszthely városába, építkezéseknél, szolgáltatásoknál. Most is egy ilyen közösségi összefogásra gondoltunk, hogy mi is segítjük a várost, mert ne csak elvárjunk, hanem adjunk is neki. A parkoló felújítása kapcsán tartott sajtótájékoztatón Nagy Bálint elmondta, több lakossági panasz is érkezett az elmúlt években a terület állapota miatt. A mostani felújítás során a parkoló 165 négyzetméteren térkő, 450 négyzetméteren pedig aszfaltburkolatot kap. Ennek köszönhetően egy nagyjából 17 férőhelyes, komfortos, kulturált parkoló áll majd az itt lakók és az ide érkezők rendelkezésére. Bruttó 9 millió forintos beruházás, amit az ipartestület és az önkormányzat közösen valósít meg. 2 millió forintot ebből az ipartestület vállal, a maradék 7 millió forintot pedig a 2019-es költségvetés terhére Keszthely város önkormányzata. A beruházásból azt érdemes tudni, hogy a mögöttem lévő kavicsos, murvás parkoló részt felújítjuk, de egyrészt a vízelvezetését fogjuk megoldani, ami ugye az egyik legnagyobb problémája volt a területnek, másrészt pedig egy térkövezet, részben pedig aszfaltozott parkolót fogunk itt kialakítani. Emellett megújul a járda is, ez teljes hosszában, egészen a Rózsa utcában lévő első társasházig. A parkolót az ipartestületi székház vonaláig rekonstruálják. Ennek az az oka, hogy a terület másik fele társasházi tulajdon, így az ott lakók hozzájárulása szükséges a parkolórész rendezéséhez. Ennek érdekében tovább egyeztetnek.